egészséget, üdvözlök mindenkit. Először is elnézést, hogyha időnként túlságosan nagy levegőket veszek, tehát az asztma az asztma. A mai történelmi órán anyaga, a 39-es lecke, a 184. oldalon. A témakör feldolgozásához kérem a mackó.k3.hu-ról töltsük le 8. évfolyamra kattintva az ehhez tartozó prezentációt. Jogok és kötelességek, alkotmány és törvényhozás címmel. Miután letöltöttük, nyissuk meg a prezentációt. A mai órán a 8-as, 9-es, 10-es diáról lesz szükségünk, és kezdjük el a diavetítést az aktuális diától kezdve. Az embernek az életét, és az emberek mint csoportnak és társadalomnak az életét különböző normák és szabályok határozzák meg, amelyeknek a betartása valamilyen szinten kötelező az emberek nagy többsége, illetve az emberek számára. Mint az első leckékben ezt megnéztük, ezek lehetnek íratlan szabályok, íratlan normák, vagy írott szabályrendszer. Az íratlan szabályra, az íratlan normákhoz tartoznak. A szokások, a hagyományok, az illem és az erkölcs, az írott szabályokhoz pedig a jog és a jogszabályok. A jogszabály törvényt csak a parlament hoztat, különböző alsóbrendű jogszabályokat pedig lehetnek központi jogszabályok és helyi jogszabályok. A legfontosabb törvényhozó szerint Magyarországon a parlament, amelynek a joga az alkotmánynak, az alaptörvénynek az elfogadása, és a különböző törvényeknek az elfogadása. Minden más szerv csak rendeleteket, határozatokat hozhat, és más kisebb, alsóbrendű jogszabályokat hozhat. Ez egyúttal jelenti a jogszabályok közötti hierarchiát is, alá és fölé rendeltséget, ami azt jelenti, hogy egy alsóbrendű jogszabály nem mondhat ellent, és nem hozhat a felsőbbrendű jogszabállyal ellentétes szabályzókat. Tehát így például egy kormányrendelet nem hozhat olyan szabályzókat, ami ellent mond a felsőbbrendű törvényeknek Magyarországon. A központi jogszabályok ez alapján a parlament hozza az alkotmányt és az alaptörvényt és a törvényeket, a kormány rendeleteket, a miniszterelnök miniszterelnöki rendeletet ad ki, a miniszterek különböző minisztéri, illetve minisztériumi rendeleteket adnak ki. A helyi jogszabályok a megyei önkormányzatoknak és a települési önkormányzatoknak a rendeletei. Hogy ezt konkrétan megvizsgáljuk, ez alapján azt mondjuk, hogy Magyarország alaptörvénye, amelyet 2011 áprilisában fogadtak el, a 10. cikke, tanítás és tanulás szabadsága, ez az alaptörvényben jelenik meg, és az alkotmány, az alaptörvénynek a fontos része. Szintén a neveléshez és az oktatáshoz kapcsolódik a 2011-ben elfogadott 190-es törvény a nemzeti köznevelésről. Ennek az egyik rendelete, a végrehajtási rendelete a 229-ben 2012-es rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. Egy miniszterelnök rendelet, a miniszterelnök helyettesek kijelöléséről, és egy EMMI, egy emberi erőforrás minisztériumának a rendelete többek között az idei tanév rendjéről, a 11-ben 2019-es számú rendelet. A helyi jogszabályok a megyei és települési önkormányzatoknak, a például a költségvetéséről szóló rendelet, amely az oktatással és a kultúrával kapcsolatosan is tartalmaz nagyon fontos intézkedéseket. Az alkotmány, az alaptörvény, ugye Magyarországon úgy is hívják, nem is úgy nevezik, hogy alkotmány, hanem úgy, hogy alaptörvény, a legfelsőbb szintű jogszabály. Ez jelenleg Magyarországon 5 fejezetre oszlik, plusz az árórendelkezések. Állítsuk meg a felvételt, majd utána próbálják meg az itt lévő szabályokat a megfelelő
meg, és oldják meg a feladatot. Ha visszatértünk, kattintsunk az egyes fejezet címekre, és megtudjuk, hogy miből is áll az alaptörvénynek az adott fejezete. A preambulum, azaz a nemzeti hitvallásról szóló rész, a legelső része az alaptörvényünknek. A nemzeti egységet helyezi előtérbe, a közösség pilléreit nevezi meg, folytonosság egyiknek a jogfolytonosságot helyezi előtérbe, és tulajdonképpen Szent Istváni törvénykezéstől vezeti vissza az alkotmányozást, és az összetartozás egyik fontos törvényének nevezi az alaptörvényt. Az alapvetések a Magyarországgal kapcsolatos legfontosabb összetartozást kifejező egységek, így az államforma, Magyarország köztársaság, a jelképek, a zászló, a címer, a különböző ünnepek, nemzeti ünnepek, utalás történik a határon túli magyarokra, az európai integrációra és a Magyarországon élő nemzetiségekre és a nemzetiségek felsorolására. A szabadság és a felelősség fejezet az emberi jogokat, az állampolgári jogokat nevezi meg, a jogegyenlőséget helyezi előtérbe, és az azzal kapcsolatos orvoslatokat, tartalmaz jogszabályokat, tartalmazza a nemzetiségi jogokat és az állampolgári kötelességeket. Az állam című fejezet az országgyűlés feladatait nevezi meg, a választásokat és a választások rendjét, a köztársasági elnököt, kormány feladatait és az alkotmánybíróság feladatait, amely az alkotmány legfontosabb őre, és mint tudjuk, biztosítja az alsó jogszabályok szempontjából is, hogy nem mondhatnak ellent az alkotmánynak. És a különleges jogrend az utolsó fejezet az áradékok előtt, ami rendelkezik a hati állapotról, a rendkívüli állapotról, a szükségi állapotról, a váratlan támadásról és a veszélyhelyzettel és az ezek kapcsolatos tennivalókról. Az alkotmány és a törvények biztosítják azt, hogy egy állam jogállamként működjön. Jogállamként működik, hogyha biztosítva van a törvény előtti egyenlőség és a bírói függetlenség, ha biztosított a jogbiztonság, a szabad választások Magyarországon, ugye ezek a legfontosabbak, aztán a több pártrendszer, az önkormányzatiság, a hatalmi ágak szétválasztása, tehát törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatás, és az egymástól való független működés, és a demokratikus államigazgatás működése, amelyeknek az ismérvei itt láthatók. A téma feldolgozása után oldjuk meg az okostankönyv ide tartozó feladatát, amely egyrészt az alkotmányt és a köznevelési törvénybe kell csoportosítani, hogy melyik törvénybe használatos. Aztán a jogállamisági jellemzőit kell kiválasztani, és egy keresztrejtvényt lehet megoldani. Az okostankönyv feladatainak a megoldását nagyon tudom ajánlani. Az okostankönyv után térjünk vissza a vetítésünkhöz, és ezen is a lecke feldolgozása véget ért, a tanuláshoz kívánok erőt, egészséget és kitartást mindenkinek. Köszönöm a figyelmet!